A jövő évtől minden iskolai szünetben kötelezővé tenné a kormány az önkormányzatoknak, hogy gondoskodjanak a rászoruló gyerekek napi egyszeri ingyenes étkeztetésének a megszervezéséről. Ennek költségeit az állam fedezné majd. Januártól változhatnak a GYED extra feltételei is. A gyerekeknek már fél éves korától igényelhetővé válna. A GYES helyett új kifejezést kell használnunk a jövőben, a név gyermekgondozást segítő ellátásra változik. Minden iskolai szünetben napi egyszeri melegétkezés megszervezésére kötelezné a kormány az önkormányzatokat. Cibere Károly szerint erre 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Az önkormányzatoknak nem kell saját bevételt ebben a finanszírozásában beletenniük. A kormány annyira komolyan gondolja ezt a kiterjesztést, hogy minden önkormányzat számára 100%-ban le fogja finanszírozni ennek a feladatnak a finanszírozását. A Párbeszéd Magyarországért kevesli az összeget. Az idei nyári étkeztetésre költött 3 milliárdból ugyanis csak 140 ezer gyerek számára jutott egyszeri melegétel. A PM szerint összesen 550 ezer gyerek étkeztetése nem jön ki plusz másfél milliárdból, ráadásul 4 iskolai szünetben. A szocialistáknál zéró tolerancia van a gyermekéhezéssel szemben. Számunkra tényleg az egyetlen elfogadható szám a nulla ebben a kérdésben, hiszen a gyermekek nem éhezhetnek. Cibere Károly arról is beszélt, hogy a járási önkormányzatokhoz kerülnek a gyerekekkel kapcsolatos hatósági ügyek. A családsegítők működtetéséről a települési önkormányzatoknak kell továbbra is gondoskodniuk. A kormány csökkenteni a terheiket, egy gondozó legfeljebb 25 családdal foglalkozhatna. A munka mellett igényelhető GYED extra jövő évtől nem csak a gyermek egy éves korától járna, hanem fél éves kortól. Erről Novák Katalin beszélt, aki bejelentette, kiterjeszteni a kormány a pedagógus életpálya modellt a felsőfokú végzettségű bölcsődei gondozókra is. Egy bölcsődei kisgyermek nevelő esetében 40-60 ezer forintos többlet jövedelmet is jelenthet havonta, tehát egy igen jelentős változás, egy igen jelentős előrelépés. A Jobbik szerint bérfeszültséget okozhat a gondozók között a különbségtétel, hiszen ugyanazért a munkáért más bért kapnak majd a munkatársak. Dúró Dóra kevesli a bölcsőderi férőhelyek számát is, de elsősorban az Orbán kormány által bevezetett gondozási díjat szüntetné meg. Nem elég a férőhelyeket bővíteni, hanem megfelelő munkakörülményeket kellene biztosítani, elsősorban a bérfejlesztéssel, nem csak 10%-nak, hanem az összes bölcsődei gondozónak. Januártól már nem GYES-ről beszélünk majd, neve gyermekgondozást segítő ellátásra változik. A tervek szerint visszautasítható lesz a családi pótlék, ha valaki úgy érzi, hogy nincs szüksége a pénzre, lemondhat a juttatásról.